nagy üzlet, ez csak nem volt pénzem többet kinyomadni, 300-at kinyomadtam. Na most olyan van benne, a lelkére beszélek, hogy a vendég ül a szobába egy üveg borról, és nincs dugózó, és csak spanyolul tudok. És akkor megkeresem benne a dugózót, és megmondom dugózó. Tulajdonképpen egy mesélőkedő ember vagyok, és mint hogy a Fészek klubban annó már 40 évvel ezelőtt dolgoztam, elmeséltem embereknek, hogy miket csináltam a Fészek klubban. David Oistrakh szintén vendég volt nálunk, vagy hiszem több alkalommal, és hát meg akarták vendégelni a Tardos Péter, stb. Ezek a gazemberek, táncdalszerzők, stb. És erős palászlét hozattak neki. David Oistrakh megette, úgy látszik, föl volt véltezve ilyenre. Utána a Tardos Péter egy madárt eljöttetett. Megkérdezte, mi ez? Mondom, egy finom dolog. Hoztam neki egy madártejet, kért még kettőt. Majd mikor megtudtam, hogy mikor utazik, akkorra a konyhafőnökkel egy 5 literes üvegbe készítettem madártejet, a tetejére habokat, szépen levőtt takarva a teteje, meglepődve, hívtam egy taxit és kivoltam a repülőtérre. Mikor ő átment éppen a kordonon és ment kifele, ismertek ott a kék meg a zöld lábosok, én is kimentem utána. Fölszállt a David Oistrakh a repülőgépre. A hóna alatt volt a madártej, és utána a titkárja hozta a Stradivári hegedűt. Petivel nagyon sok mindent csinálunk együtt úgy Schwarzba, tehát például a Nyugat Máté ugye megalapítottam, az Új Nyugatot, és a Nyugat Irodalmi Labban ő például költőként jelen volt. Aztán mi mindig figyeltünk egymásra. Mindenhova elmentünk együtt, mindig kikértük egymás véleményét, és néha nagyon keményen tudunk egymásnak egyébként be is szólni. Aztán egy után rájöttünk, hogy mi nagyon erős szövetségben vagyunk, azt hiszem, és ez a szövetség, ez addig-addig Ford, hogy mi már, nem tudom, talán 5 évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy jól lehetsz-e már filmet csinálni. Készítettem ugye a Hetényi úrral egy, vagyis Karcsi bácsival, most már egyébként minket az unokáinkkal fogadott, egy beszélgetést, és ez a riport után én fölhívtam a Petit, hát szerintem ez tavaly április magasságában, Peti, itt az emberünk, csináljuk? Peti azt mondta, igen. Én a Pilvaxnak a művészeti vezetője vagyok, az ember igyekszik értéket menteni. Sajátos módon nyilván ezzel a filmmel is. Többfajta kapcsolat, és most már az az igazság, hogyha most végig gondolom, akkor én most ilyen így lassan az összes történelmi kávéházzal kapcsolatban vagyok. Ez nem tudom, hogy alakult, így teljesen véletlen. Ugye a Nyugatmának, az általam alapított Nyugatmának a törzshelye a Hadik kávéház. A New York palotában nyilván forgattuk ezt a filmet, és 100 dolog volt, ami oda köt minket. Igazából a Pilvaxszal, mint művészeti vezetőt engem oda felkértek, ma nekem az a feladat, hogy oda vigyem az irodalmat. Ez egyelőre úgy tűnik, lekopogom, hogy sikerül, tehát az irodalmi élet számára ez egy egyre vonzóbb hely, még fontosabb, hogy a zenészek számára is. Fiataloknak azt kívánom, hogy próbáljanak olyan szép színesen élni, mint ahogy én csinálok.